Köszöntöm Önöket, a Pannon Televízió híradóját látják. Május 5-e Györgyi és Viola napja van. 1705-ben meghalt első Lipót magyar király, akinek uralkodása idején szabadult fel az ország a török hódoltság alól. 113 éve elhunyt Jókai Mór író, 108 éve született Radnóti Miklós költő. Most pedig nézzük a legfontosabb híreket, először csak címszavakban. Május 20-án tartják a vajdasági vágtát Zobnaticán. Súlyos közlekedési baleset történt Szabadkán a Palics felé vezető úton. A Prosperitáti Alapítvány nyertes pályázóinak feladata a nyilvánosság tájékoztatása a támogatásról áll az alapítvány honlapján. Jövőre a külföldön születő magyar állampolgárságú gyermekek szülei megkapják az egyszeri 64 000 forintos anyasági támogatást. Május 20-án tartják a vajdasági vágtát Zobnaticán, a megmérettetésre 20-25 lovast várnak, az idén újdonság lesz a Szent László futam. Május 20-án Zobnaticán mérhetik össze tudásukat a lovasok a vajdasági vágtán. Versenyzőnek jelentkezni még mindig lehet, egészen május 17-éig a szervezőknél. Az elsődleges jelentkezések szerint az idén is 20 és 25 közötti versenyző számra számítunk, ennyien jelentkeztek. Tehát úgy gondolom, hogy ezt 5 előfutamban fogjuk lebonyolítani, és az előfutamok győztesei fognak este 6 órakor versenyezni, megvívni egymással azért, hogy ki lesz az az első 3, akik Budapesten a Hősök terén szeptember 15-én és 16-án képviselni fogják a vajdaságot. Újdonság lesz idén a Szent László futam, 2017-et ugyanis Szent László emlékévnek nyilvánította a Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság a lovak király trónra lépésének 940. szenti avatásának 825. évfordulója alkalmából. Ezen a versenyen az elődöntő második helyezettjei vehetnek részt. A Szent László futam győztese szintén részt vesz szeptemberben a Nemzeti Vágtán. A szervezők számára nagy öröm az, hogy ez a vágta elérte azt a célt, amellyel megálmodtuk annak idején 5 évvel ezelőtt. Tehát egy hagyományt teremtett vajdaságban, egy lovasport hagyományt erősít, amely benne él a vajdasági magyarokban, és egy közösségi eseményen nőtte ki magát, amely ebben a műfajban egyedülálló tömeget tud megmozgatni. A vajdasági vágtán és a Szent László futamon kívül idén is lesz kishuszár vágta, fogadhajtóverseny, illetve Zobnatica vágta is. Ez utóbbinak a győztese fogja képviselni Szerbiát a Nemzeti Vágtán. Újdonságnak számít még az úgynevezett szügyhám viselése is a versenyen, amelyet a lovasok biztonsága érdekében vezettek be. A szügyhám a nyerget segít helyén tartani, ezzel is még biztonságosabbá téve a lovassportot. A rendezvényt a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Lovas Show Kft. Szervezi. Rossz idő esetén május 21-én kerül megrendezésre a verseny. Az eseményen a látogatókat a futamok mellett színes programok is várják. Súlyos közlekedési baleset történt Szabadkán csütörtök este a Palicsi úton. Egy személyautó és egy motoros ütközött össze. Nem hivatalos információk szerint a Golf típusú személygépjármű Palics felől érkezett Szabadkára, és nem adta meg az elsőbséget a szembe jövő motorosnak. Az autóban utazott egy 5 éves gyerek is, aki a frontális ütközés következtében kirepült a járműből. Ennek ellenére szerencsére csak könnyebb sérüléseket szenvedett. Az autó vezetője agyvérzést kapott, a motorosnak a lába sérült meg olyan súlyosan, hogy a vajdasági klinikai központba kellett szállítani. Mindkét jármű teljes roncsá vált, bukósisak, cipő és üvegszilánkok hevertek az úton a balesetet követően. A balesetben valószínűleg közre játszott a sebességkorlátozás figyelmen kívül hagyása is, véli Kikity Attila. Az Old Bikers Vojvodina motoros klub egyik alapító tagja elmondta, a tavasz beköszöntével fokozatosan kellene a motorosoknak visszatérni az útra. Nem véletlen, hogy több országban a motoros klubok a rendőrséggel közösen a motoros szezon megkezdése előtt felkészítő napot szerveznek, ahol felfrissítik a tudásukat.
A fiatal és tapasztalatlan motorosoknak, én mint öreg motorost azt ajánlom, hogy a motorozást azt szeretni kell. Szóval szívvel kell, hogy motorozza, de viszont szükségletetik az ész is hozzá, szóval észre kell a gázt húzni. Második dolog, a közlekedésben ugye vannak előírások és szabályok is. Én mindig azt mondom, minden szabályt tényleg tiszteletbe kell, hogy tartsad. A szabályokat viszont nem csak a motorosoknak, hanem az autósoknak is be kell tartani, teszi hozzá Fehér László közlekedési mérnök. Fölhívom a figyelmet az autósoknak is, hogy mielőtt valamilyen sávváltást csinálnak, még ha lassan is haladnak egy menetoszlopba, akkor is mindig figyeljenek a jobb és a bal tükörre is, mert sose tudni, hogy mikor jelenik meg valaki motorral. Ez az egyik nagyon fontos dolog, és a másik pedig az, hogy a motorosok is minden felszerelést vegyenek meg, ne sajnálják rá a pénzt, főleg a sisakra, a ruhákra. Az Old Bikers Vojvodina Motoros Klubnak a hétvégén volt az idénynyitó rendezvénye, amelynek pont az volt a célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a tavasz beköszöntével megjelentek a motorosok is az utakon. A szakember is hangsúlyozta, a közlekedés minden résztvevője figyeljen a többiekre a forgalomban. Még mintegy 300 ezeren nem cserélték le régi papíralapú vezetői engedélyüket Szerbiában. A határidő június 10-e, azután a régi jogosítvánnyal való autóvezetés 6-tól 30 ezer dinárral is büntethető. Az új kiváltása 1572 dinárba kerül, és két módon is igényelhetjük, a rendőrségen és online az e-uprava portálon keresztül. A Prosperitáti Alapítvány nyertes pályázóinak feladata a nyilvánosság tájékoztatása a támogatásról áll az alapítvány honlapján. A szöveg szerint ennek megvalósításában kíván segíteni az embereknek az alapítvány egy útmutatóval, amely megtalálható a Prosperitátére szoldalon. Ez szerint a nyertes pályázó kettől köteles biztosítani a megvásárolt eszközön egy matrica felragasztását, amely tartalmazza a támogatásra vonatkozó adatokat tájékoztatási jelleggel. A matricát a Prosperitáti Alapítvány készíti el, a nyertes kötelessége a matrica igénylése területileg illetékes irodában kettől, majd a matrica felragasztása a nyertes pályázat tárgyát képező eszközre. Ezt egy jól látható helyre kell felragasztani, erre annak átvételétől két nap áll rendelkezésre. A beruházási pályázatok nyertesei többek között kötelesek biztosítani a tevékenység helyszínén egy hirdetőtábla kifüggesztését, amely tartalmazza a támogatásra vonatkozó adatokat tájékoztatási jelleggel. További részletek az alapítvány honlapján a www.prosperitati.rs oldalon. Jövőre a külföldön születő magyar állampolgárságú gyermekek szülei, függetlenül attól, hol élnek, ugyanúgy megkapják az egyszeri 64 ezer forintos anyasági támogatást, mint ha Magyarországon laknának. Ez az egyik újdonsága a jövő évi magyarországi büdzsének. Az illetékesek a 2018-as költségvetést családbarátnak tartják. A gyermeket vállaló és nevelő családok támogatására jövőre mintegy 1900 milliárd forintot fordít a magyar állam, hangsúlyozta Balogh Zoltán, Magyarország emberi erőforrások minisztere. Hozzátette, hogy ez 140 milliárd forinttal több, mint az előző évi, a 2010-hez képest pedig közel kétszer akkora. Balogh kiemelte, hogy GDP arányosan Európában ez az egyik legjobb adat, valamint hogy 2018-ban tovább nő a két gyermekesek adókedvezménye, marad az első házasok kedvezménye, az ingyenes közétkeztetés és tankönyvellátás, valamint az élelmiszer áfa csökkentése is nagy segítség a családoknak. Hamarosan kiürítik a migránsok számára kialakított ideiglenes Sidi befogadó központot. Ezt Nenad Ivanišević nyilatkozta a szerbiai közszolgálati televíziónak. A szociálpolitikai államtitkár elmondta, hogy a befogadó kiürítése nem történik egyik napról a másikra. A Sidin tartózkodó migránsok javarészét a tervek szerint az ugyancsak községhez tartozó Adaseci és Principováci befogadó központokban helyezik el. Ételért állnak sorba a migránsok a Sidi befogadó központban. Ez azonban már nem sokáig lesz így, ugyanis a tábort hamarosan kiürítik. A hírről már az itt élő bevándorlók is hallottak, akik emiatt nem túl boldogok. Other came. They bring there. So we are also try to go move.
A migránsok kitelepítésének örülnek a helyiek, mivel az utóbbi időben az itt tanyázó bevándorlók több betörést is elkövettek a településen. Moje mišljenje da su već predugo ovde i ima tolerancije, znači jedno vreme nisu smetali sve dok nisu počeli da prave probleme, bilo je svega i svačega i obijanja i ulazi s ljudima u kuće i bilo je svega. Mislim da je najbolje da se izmjeste odavde i da bi bilo bolje za narod ovde u Sidi. A sidi befogadó központban tartózkodó migránsokat, többek között ide a mögöttem látható Adashevci táborba, valamint a szintén síd községhez tartozó Principovácra szállítják át. Elsőként az egyedülálló férfiakat, majd pedig a családokat is átköltöztetik. Az Adashevcei táborban már vannak olyan migránsok, akik korábban síden voltak elszállásolva. We spent there 2 months in the sheet, and the sheet there is no space, no people behavior is good. Not the like Serbian, but some of the court people, like Iranian people, there is the motivation is not good. Síd községben 3 ideiglenes befogadó központ működik, amelyekben mintegy 2000 migráns van elszállásolva. Szerbiai és külföldi akadémikusok, tudósok kétnapos újvidéki tanácskozáson vesznek részt, amelynek a fő témája migráció és az abból fakadó problémák felismerése, továbbá a lehetséges megoldások kutatása. A konferenciának a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia ad otthont. A migránsválsággal és az azt övező problémákkal szembesülni kell, megoldást kell keresni a gondok elhárítására, valamint meg kell fogalmazni azokat a jogi szabályokat, amelyek a bevándorlókra érvényesek. A nemzetközi konferencián ezekben a témakörökben cseréltek véleményt az akadémikusok. Da se ne prepuštamo nekoj stihijskoj, nekim stihijskim procesima, odnosno da čak i političari uče od njih. A 21. századi Európában igen komoly kérdés a migránsválság, bár nem ez az első hullám, ami a kontinenset érinti. A kétnapos tanácskozáson elsősorban a különböző politikai nézeteket, továbbá a jogi kérdéseket taglalják a résztvevők. Itt vannak azok a kérdések, hogy azok a migránsok, akik nem most jönnek, hanem itt vannak már egy évtizede zömmel Németországban, Franciaországban, máshogy, hogy ezek hasonlíthatóak a kisebbségekhez és kisebbségi jogokhoz, vagy ez egy más embercsoport. Felvetődik a kérdés, hogy mindenki egyetért abban, hogy integrációra van szükség, de mi is az, hogy integráció. Tehát nagyon fontos nem csak képleteket, szólamokat hangoztatni, hanem valamiképpen szembesülni azzal, hogy mi is történik. A migránsválságról szóló konferencián Dusica Rakic tartományi felső oktatási és tudományügyi titkárhelyettes elmondta, hogy a tartományi kormány is a bevándorlók és a migrációt érintő problémák enyhítését szorgalmazza. Mi nem možemo tu rešiti probleme, ali da se priča o tim problemima koje donose promene koje su praćene sa migrantima, tu su među njima su žene, deca, stariji ljudi, gde se suočavamo sa brojnim problemima oko trgovine sa ljudima, kao i švercovanju, prevođenju. Tako da, eto, mi se pridružujemo i podržavamo ovu konferenciju. Az eseményen elhangzott előadásokat, tanulmányokat kötetbe gyűjtik, kiadják, és a szerbiai, valamint a külföldi tudományos társaságok használatára javasolják. Szijjártó Péter, magyar külgazdaság és külügyminiszter szerint Franz Timmermansnak, az Európai Bizottság első alelnökének le kell mondani a posztjáról, amiért egy lapinterjúban antiszemitizmussal vádolta meg Magyarország miniszterelnökét és kormányát. Mai budapesti sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter a vádat méltatlannak és elfogadhatatlannak nevezte, visszautasította azt, hangsúlyozva, hogy Magyarország a legtöbbet tett Európában az antiszemitizmus ellen. Hamarosan folytatódhatna a Belgrád-Pristina párbeszéd, fejezték ki reményüket mai találkozójukon a szerb fővárosban Alexander Vučić és Angelina Enghorst. A szerb miniszterelnök és az Európai Unió regionális osztályvezetője egyúttal aggodalmát fejezte ki a Nyugat-Balkánon kialakult helyzet miatt.
A kormányfő kiemelte, Szerbia készen áll a kölcsönösen elfogadható megegyezések megvalósítására az ország nemzeti érdekeinek teljes körű tiszteletben tartásával. A szerb községek közösségét a brüsszeli megállapodás alapján kell létrehoznia, amelyben Szerbiának aktívan részt kell vennie. Szerbia elkötelezett a megkezdett reformok folytatása, a térség stabilitása, valamint az eurointegráció mellett áll a szerb kormány közleményében. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Az elmúlt időszak fejlesztéseit tekintette meg Kislinder Gábor polgármester és Topolya község tanácsa Pobedán. 38 lány küldte be a tablófotóját a Magyar Szó idén először meghirdetett nyereményjátékára. Vihar söpört végig Szerbián. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet ma az ítéletidő miatt több helyre vonatkozó figyelmeztetést adott ki. Az erős szél és vihar gondokat okozott a közlekedésben, valamint az Újvidék központjában lévő katolikus templomról leesett a vakolat egy része. A város területén, illetve a Fruskagórán jég esett. Zimonyban kidőlt egy fa viharos idő következtében. Az Észak-Dél-Szerbiában megemelkedett több hegyvidéki patak vízszintje, házakat öntött el a víz, viszont javult a helyzet, ma délutánig elvonult az ár, Szabadkát elkerült a komolyabb vihar. Nebojša Stefanović belügyminiszter ma Újvidéken ellátogatott a városi rendőri egységekhez. Nagyon elégedett vagyok az újvidéki rendőrség munkájával, mivel minden alkalmazott elszánt és szorgalmas, jelentette ki Stefanović. Hozzátette, hogy az újvidéki rendőrség területén nem kímélik a bűnözőket, itt a rendőrséggel nem lehet játszadozni. A belügyminiszter a Székváros rendőrségének vezetőivel a rendőrség munkájának fejlesztéséről, az alkalmazottak fizetésének emeléséről, új járművek és felszerelés beszerzéséről tárgyalt. A következő hónapokban beszerezzük a szükséges felszerelést, hogy az újvidéki rendőrség még hatékonyabban tudjon dolgozni, hangsúlyozta Nebojša Stefanović. Kiemelte, hogy a munkahelyek rendszerezését is végrehajtják, így egyeseket az adminisztrációs szektorból az utcákra vezényelnek, ezzel is biztonságosabbá téve Újvidéket. Fennállásának 187. évfordulóját ünnepli a szerb katonaság gárdája, ez alkalomból kitüntetéseket adott át az államfő Belgrádban. A fegyveres alakulat az ország büszkesége, emelte ki Tomislav Nikolić. Hozzátette, felnézünk rájuk, munkájukra, amelyeket Szerbia felszabadításáért tettek az egység alapítása 1830 óta. A gárda ma is sikeresen és szakszerűen végzi el feladatait, húzta alá Nikolić. A tartományi kormány mai ülésén több fontos témában hozott döntést, meghatározták a következő tanévben Vajdaságban nyíló középiskolai helyek számát. Eszerint júliusban a tartomány 131 középiskolájában 19.114 elsős iratkozhat be. A vajdasági vezetők ma arról is döntöttek, hogy az egészségügyi fejlesztések prioritási listája alapján 11.520.000 dinárt hagynak jóvá a Nagybecskereki Györgye Jovanović közkórház számára. Ezt a pénzt az intézmény a CT berendezés javítására tudja használni. A tartományi kormány közleményében kiemelik, hogy Bánátban ez az egyetlen ilyen berendezés, ezért fontos, hogy ismét használni tudják. Az elmúlt időszak fejlesztéseit tekintette meg Kislinder Gábor polgármester és Topolya község tanácsa Pobedán. A négy kis településből, Pobedából, Kavillóból, Svetitjevóból és Kispestből álló helyi közösség a faluturizmusban látja megmaradásának lehetőségét. A közeljövőben községi házat szeretnének vásárolni Kavillón. Rendezett faluközpont és buszmegálló felújított művelődési ház és helyi közösség. Ezek az elmúlt időszak legjelentősebb fejlesztései Pobedán. A helyi közösséghez tartozó másik két települést, Svetitjevót és Kavillót is fejleszteni szeretnék a helyiek. Ma Pobede településen vagyunk, ahol a központot raktuk helyre, és a többi fejlesztés pedig Svetitjevóra és Kavillóra fog irányulni. Svetitjevón a tónak, ahogy is hívják a fejlesztése, Kavillónak meg a központ, hogy egy brand, ami ott már létezik, a Tanya Színház, valami szinten logisztikát adjunk neki. A topolyai önkormányzat támogatja a helyiek turizmusfejlesztő törekvéseit. Az idei évben megnövelik a pobedai helyi közösség költségvetését, hogy Kavillón közösségi házat tudjanak vásárolni.
egy közösségi otthont szeretnének vásárolni. Én azt gondolom, hogy a következő KKT-n, amikor a rebalanszról tárgyalunk, a tervezetben már úgy áll, és szeretné a falu, hogy ott egy 1 millió dinárral növeljük ezt az eszközt, semmi akadálya nincs, úgy néz ki, hogy mindenki ezt támogatja. Amint egy 700 lelket számláló pobedai és a környékbeli szintén kis helyi közösségek, Gunaras és Törökfalu is a falu turizmusban és a szoros együttműködésben látják megmaradásuk lehetőségét. Egy-egy Európai Uniós tagállamot mutattak be általános iskolás diákok az Európa falu elnevezésű rendezvényen Nagybecskereken. A rossz idő miatt az eseményt a főtér helyett a Madison sportcsarnokban tartották meg. A gyerekek bemutatták egy-egy uniós tagország kultúráját, szokásait, hagyományait, érdekességeit. Az ötlet abból fakadt, hogy az itteni fiatalok 75%-a még nem járt európai országban. Mint Csehországot mutassuk be. Alapból azt tanultam meg ezen az egész munkán át, és amit csináltunk, hogy Csehország nagyon gyönyörű hely, nagyon szép a kultúra, és nagyon sok szép, gyönyörű állat van ott. Az Erzsébet Laki Testvériség Egység általános iskola tanulói izgalommal várták a márciust, amikor is húzással dőlt el, hogy melyik országot kell bemutatniuk. Idén nem könnyű feladat jutott nekik, Svédország. A műsorban is közösen részt vesznek a gyerekek, amit majd ugye előadnak. Természetesen svédül fognak énekelni, úgyhogy biztos, hogy nagyon érdekes lesz a közönség számára. Valójában édességeket sütöttünk, tehát svéd zászlót készítettünk. A rendezvényen különböző előadásokat tartottak az európai értékekről, a csatlakozás utáni kilátásokról, a továbbtanulási lehetőségekről. Nekülük ambaszádora, Danaszú, Gosztima, Uzrejnő és Tocsé, Uzkoroda, Stignei, Minsterke, Joksimovicsi. To je najbolji pokazatelj kako mi to radimo, kakva je uopšte ta naša manifestacija i očigledno je da za nju znaju mnogo šire nego što je sam Zrenjanin. A rendezvényt Jadranka Joksimović eurointegrációval megbízott tárca nélküli miniszter nyitotta meg, aki Oszkár Benedikttel, az EU-szerbiai küldöttsége vezetőjének helyettesével ellátogatott a nagybecskereki regionális oktatási központba is. Naša zemlja uvek bila jedan dobar i ja bih rekla istorijski gledano vrlo značajan deo Evrope i kulturno, istorijski, dakle u svakom pogledu pripadamo evropskom kontinentu i puno smo kao zemlja i kao narod dali Evropi i u prošlosti. Evropska unija je kao organizacija koja je donela mir i stabilnost nakon Drugog svetskog rata postala danas i biće još dugo najbolje mesto za život i rad. A rendezvényen bemutatták a több mint 30 az EU által támogatott Vajdaságban megvalósuló projektet is. A Tisztítsuk meg Zentát rendezvény részeként ma a burányosoriak tették szebbé településüket. Az akció célja, hogy felhívják a figyelmet a környezet iránti felelősségünkre. Burányosoron összejött a falu apraja és nagyja, hogy tisztábbá tegyék a település központját. Az akcióhoz csatlakoztak az óvodások és az iskolás gyerekek is, akik a környező utcákat járták körbe. Focipálya felé mentünk is, ilyen nagyon ilyen almát, emérgítat, papírokat, sörös üvegeket gyűjtöttünk össze. A nagy takarításban közel 100-an vettek részt. Tavaly tele volt egy konténert, kihoztak és mellé is ment, úgyhogy nagyon rengeteg van. Fű, faddal, ezek a sarjuk, amik kinőnek a földből, nagyon sok minden, meg szemetek is összejönnek azért. Meg van itt olyan, aki a senki fődje, és nem törődik vele senki. A rendezvényt a Móra István Művelődési Egyesület szervezte meg. Azon kívül, hogy a falunk központját szebbé, tisztábbá, élhetőbbé, látványosabbá,
tudatosabbá tesszük. Természetesen az is, hogy folyamatosan az ilyen rendezvényekkel, ne csak ez napon, hanem az év több napján is foglalkozzunk, hiszen a nevelés a fontos cél azért, hogy minél kevesebb szemetet gyűjtsünk össze, minél kevesebb javítani való legyen, hiszen az óvodások, iskolások és a felnőttek együtt ezt a célt szolgálják. A munkakció után a szervezők kiadós ebéddel vendégelték meg a résztvevőket. Nemzetközi komplex elektrotechnikai versenynek ad otthont az Adai Műszaki Iskola. A megmérettetése Szerbián kívül még Magyarországról, Szlovákiából és Erdélyből is érkeztek résztvevők. A megmérettetésen 4 szakközépiskola 16 harmadikos diákja vett részt. A verseny általános elektrotechnikai kérdések, példák, építési, mérési projekt, valamint táblázatkezeléssel kapcsolatos feladatokból állt. Hát volt egy-két meglepetés, amiből volt olyan is, hogy talán azért nem ismertem, mert más szavajárása van errefelé, és nem úgy volt. Onnan egyet-kettőt elrontottam, többet nem. Nagyrészt fel tudtam készülni a versenyre, ugye az iskolánkban készültünk rá, az szerintem elég volt. A felkészítő tanárok között vannak olyanok is, akik már a kezdetek óta részt vesznek a versenyen. Érdekes látni számomra a fejlődés, mert 17 év alatt minden évben részt vettem a versenyen, és hát bizony voltak visszaesések, fejlődések, de itt határozottan Adán pozitív a hozzáállás, tehát le a kalappal. Az idei versenynek az Adai Műszaki Iskola adott otthont. A szervezők úgy gondolják, hogy ez a megmérettetés nem csak a tudás bővítésére jó. Gyerekek, tanárok, tehát ismeretséget kötnek, megismerjük egymásnak a lakóhelyét, kultúráján, tapasztalataira ad lehetőséget, de főként a tanulóknak a barátkozása, illetve kapcsolatteremtés, ami minket motivál. A versenyt 2000-ben rendezték meg először. Az ötletgazda Szenes György, a Bújai János Műszaki Szakgimnázium és Kollégium akkori igazgatója úgy gondolta, hogy az elméleti és a gyakorlati tudás mellett a kulturális fejlődésre is hangsúlyt kell fektetni. Így jött létre a Nemzetközi Komplex Verseny, amelynek állandó résztvevői a budapesti Bújai János Műszaki Szakgimnázium és Kollégium mellett a Marosvásárhelyi Elektromaros Iskola Központ, a Révkomáromi Ipari Szakközépiskola, valamint az Adai Műszaki Középiskola. 38 lány küldte be a tablófotóját a Magyar Szó idén először meghirdetett nyereményjátékára. A nyőztesek részt vehettek péntek délután a Napilap székházában megszervezett szépségnapon. Lackó Varjusára, stílustanácsadó és Szalóki Anita fodrász azonnal hozzá is látott a munkához, hogy egyeniséghez illő sminket és frizurát készítsen a díjazott lányoknak. Rendben van, lányok! A lányok szemmel láthatóan élvezték a különleges kényeztetést, hiszen nemigen volt lehetőségük eddig mesterfodrász vagy profi sminkes szolgáltatásra. Izgatott vagyok nagyon, és szerintem nagy átalakulás lesz, mert nem nagyon szoktam sminkelni, de úgy látom, jó kezekbe vagyok, és szerintem jót fog alkotni, úgyhogy reménykedek benne. A zsűri döntése értelmében Torma Ramóna és Ádám Krisztina, a begyűjtött lájkoknak köszönhetően pedig Tóth Fanni kapott lehetőséget a teljes átalakulásra. A beküldött szelvények alapján Mészáros Réka, Szalma Réka és Újvári Vanessa került a szakemberek keze közé. Ezt a stylingot meghagyod a ballagásra, és ugyanígy fogod akkor majd elkészítetni magad? Hát szerintem igen. Én általában, hogyha frizurát csinálnak, akkor mindig hullámosítjuk a hajamat. És a konty vagy a leengedett haja kedvenc? Leengedett, egyértelmű. A Magyar Szóban is meglepődtek, milyen nagy volt az érdeklődés a vetélkedő iránt. Több mint 100 000-en nézték meg az online oldalt, ahol szavazni lehetett a lányokra, és több száz szelvény is érkezett. Több száz szelvény érkezett be a napilapunk által szavazók részéről, viszont ami talán még számottevőbb, és ami igazolja az online térhódítását, és azt, hogy a Magyar Szót az online térben, Vajdaságban valóban legtöbben olvassák, az az, hogy erre az eseményre 100 000 látogató volt kíváncsi. A pénteki szépségnap végeredménye egy úgynevezett előtte-utána fotó, amely megjelenik a szombati Magyar Szóban. Az volt az elképzelés, hogy az újságban, holnapi újságban megjelenjen egy fotó smink nélkül,
A másik fotó egymás mellett két kép, pedig a sminkkel, frizurával, új frizurával, és akkor látni fogják az újságban az olvasók is, hogy a mi embereink, ugye, hogy mit csináltak a úgymond a lányokból. Mind a pályázók, mind a nyertesek Vajdaság különböző településeiről érkeztek, így a szombati Magyar Szóban megjelenő tablófotókon lesz majd többek között óbecsei, temerini, szabadkai, hajdújárási és zentai érettségiző is. Novák Djokovic szélnek eresztette teljes szakmai stábját, Marian Vajda edző, Milan Amanovic gyógytornász és Gebhard Phil Gritz kondíciós tréner. Többi nem dolgozik együtt minden idők legjobb szerb teniszezőjével, aki közleményt adott ki ennek kapcsán. Ebben az áll, hogy közös megegyezés született köztük, miután elemezték Djokovic játékát, elért eredményeit és a stáb tagjainak további magánéleti terveit. Hozzáteszik, hogy az elmúlt évek fantasztikus együttműködése ellenére változások kellenek, új hozzáállás és új energia az edzésben, hogy a szerb teniszcsillag új, még jobb eredményeket érjen el. Djokovic közleményében megköszöni az évtizedes segítséget, odaadást és barátságot a búcsúzó stábnak, és kifejezi háláját, amiért hozzájárultak világ sikereihez. Én is kifejezném hálámat, hogy az információréhes közönség ma bennünket tisztelt meg figyelmével. A híradónk végére értük, nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Május 20-án tartják a vajdasági vágtát Zobnaticán. Súlyos közlekedési baleset történt Szabadkán a Palics felé vezető úton. A Prosperitáti Alapítvány nyertes pályázóinak feladata a nyilvánosság tájékoztatása a támogatásról áll az alapítvány honlapján. Jövőre a külföldön születő magyar állampolgárságú gyermekek szülei megkapják az egyszeri 64 ezer forintos anyasági támogatást. Köszönjük szépen a figyelmüket, amennyiben még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, panonrtv.com-ra. Most következik az Egészséges Erotika című magyar vígjáték a Panon Televízió műsorán. Személyes kedvencem, ne hagyják ki, viszontlátásra!